Ez a hetedik alkalom, hogy összejöttünk itt a Balaton partján, Isten igéje körül, különböző háttérből, különböző gyülekezetekből, különböző felekezetekből, és számomra minden egyes alkalommal lenyűgöző az az élmény, hogy amikor oda telepedünk a mi atyánknak a lába elé, és hallgatjuk az ő tanítását, az erőteljes és kiegyensúlyozott Biblia tanításban, akkor azok a különbségek, ami kisebb vagy nagyobb jelentőséggel bírnak, de mindenképpen ott vannak a mi életünkben, a hit életünkben is, itt jelentéktelenné válnak. Eltörpülnek. Mert ahogy együtt vagyunk, egy felé figyelünk, egy valakire figyelünk, az imádatban is, az ige hallgatásában is, és megélhetjük azt, amiről tegnap már volt szó, amire tegnap már történt utalás, hogy mindannyian egyek lehetünk a Jézus Krisztusban. Itt van a kezemben az a kedves információs anyagunk, amit már tavasz óta sokfelé eljuttattunk, és aminek a címlapján ezt olvassuk, hogy enyém, tied, miénk, övé, és alatta pedig, hogy menjetek el tehát a föld végső határáig, és szóljatok erről. És valóban azt gondolom, hogy annak a felismerését munkálja az Úr ezekben a napokban, hogy valamit együtt bízott reánk, amelyik nem választható el a közösségünk felelősségétől, a megbízatásunknak a nagyságától, külön-külön egységekre, hanem sokkal inkább az a gondolat az Úrnak, hogy fölismerjük, hogy mi Magyarországon, akik megszólítást nyertünk, vagy az Úr közösségébe tartozunk különböző lelki családokban, a feladat az egész nemzetre nézve, a társadalmunkra nézve, Isten szerint közös nagy szolgálat, odafordulás a mi társadalmunknak kérdéseihez, megválaszolatlan kérdéseihez, hiány pontjaihoz, a lelkiségből következő nagy belső hiátusokhoz, és a szolgálatnak megtalálni azokat a csatornáit és útjait, amelyekkel újból nemzetünket alázatosan, bűnbánatunkat is az Úr előtt kifejezve és megvalva mulasztásainkat is, hívjuk ezt a közösséget arra, amire Isten szánt bennünket. Hisszük, hogy nem az a gondolat az Úrnak, hogy mi elfogyjunk, hogy gyermekeink ne szülessenek meg, hogy reménységeink elvesszenek, hanem sokkal inkább az örökségeink megelevedjenek a szívünkben, és visszagondoljunk a nagy útra, amit megtettünk, az ezeresztendőre is, amelyikben a megtartatásnak annyi megtapasztalása, közös megtapasztalása volt. Hanyadik evangéliumi nemzetközi találkozón vesz részt? Este hallottam, hogy ez a hetedik nemzetközi evangéliumi találkozó. Ebből következőleg én a legelső nem voltam, így a hatodik rendezvényen veszek részt. Nézegettem a kis füzetet, amit már tegnap este kezemhez vettem. Először is megnéztem, hogy kik lesznek a szolgálók, ezt megnéztem már otthon az interneten is. A tegnap esti szolgálat, aki már 2 évvel ezelőtt is szolgált, egy orosz származású német professzor Reimer úr szolgálta az igét. Most is nagyon, nagyon nagy hatású előadó, és a mai délelőttön pedig Erdélyből jött, Hátszegről, aki egy magyar származású, Bódis Miklós. 30 éves voltam, sikeres lelkipásztor, legnagyobb eredménnyel zártam az 5 éves teológiát, színmagyar, színreformátus közösségbe zajlott az életem, de egy olyan faluba, ahol én megtért embert nem láttam, és 19 éves koromig újjászületésről, megtérésről nem prédikáltak nekem, és a teológián is láttam megtért embereket, de senki nem mondta el azt, hogy mitől más. Azt gondoltam, hogy egy olyan területről jön, hogy ott ilyen a lelkiség, meg ilyen a pap. És Csiha Kálmán mellett püspöki titkár lettem, meg az Erdélyi Lelkészek hivatalos lapjának a szerkesztője, és 5 év, szinte 6 év
lelkipásztori szolgálat után úgy, hogy zsúfolásig tele templomba hirdettem az igét, ott találtam magamat 30 évesen megvalósulva, tele templom, egy nagy erdélyi színmagyar színreformátus gyülekezet, egy gyönyörű család, feleségem, két kislányom, munkakönyvem, palástom, állásom, fizetésem, mindenem megvolt, egy dologgal volt a baj evel. Jézus azt mondja, és mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a saját lelkébe kárt van. Megszerzel mindent, azt mondod, hogy de belül üres vagy. 6 szemináriumot hirdettünk meg. Ezek olyan könnyedebb, rövid előadások, amelyekre mindig egy-egy terület szakértőjét kérjük meg. Az egyik szeminárium a gyülekezet társadalmi szerepvállalásáról szólt, és a Johannes Reimer, aki az esti főelőadásoknak a vezérszónoka, főelőadója, ő egyetemi professzor ugye egy dél-afrikai egyetemen, ő volt az, aki a mai napon és a következő napokban tartja ezeket. Aztán van egy nagyon érdekes Az igazi férfi útja, Heizer Tamás, Jóföldi Endre és Jóföldi Barna tartja ezt, és a férfiasságot keresztény szemszögből a bibliai tanításoknak megfelelően vizsgálják meg az előadók. Nagyon nagy érdeklődés volt rá. Aztán Kovács Endre az, aki a kisközösségeknek a szerepéről, teológiájáról, dinamikájáról, hivatásáról tart egy nagyon fontos és nagyon jó előadást. Van gyereknevelésről is szeminárium, Evan Parks, aki szintén egyetemi tanár, gyermekünk szívének és jellemének formálása a címe ennek, szintén nagy népszerűségnek örvendett. Van egy missziói szemináriumunk, Szeverényi János, az Evangélikus Egyház missziói lelkésze, Zentai Zsuzsa, a Wycliffe Biblia Fordítók magyar igazgatója, és Jó András, az InterServe regionális vezetője tartják ezeket az alkalmakat. És végül Cheryl Ho, a Micah Networknek a nemzetközi igazgatója tart az Integrált Misszióról szemináriumot, szintén nagyon érdekes és izgalmas témákban. Akkor jó jelnek számít az, hogy több előadásban is megfogalmazták, hogy nem elég azt figyelni, hogy a másik közösség hogyan gyakorolja a hitét és esetleg kritizálni. Sőt, az sem elég, hogy csak elmegyünk a templomba meghallgatni az igét, hanem átadott életek szükségesek. Valóban a mai napi szolgálattevés is erről szólt, sőt, hallhattunk arról, hogy egy-egy egyéb iránt elkötelezett közösség is olykor szinte sokkolódik, hogyha valaki közülük sajátos elhívást kap, és úgy tűnik, hogy már most nincs is más kérdése, mint valóban Isten országának az építése vagy munkálása. De hiszem, hogy ez nem csak egy közösségben történik, a szolgálattevőket is különböző közösségekből hívtuk, mert kell, hogy lássuk, ez nem csak egy konferencián való alkalmi részvétel, hanem kicsit együtt élés. Annak a megtapasztalása, hogy akikkel együtt hallgatjuk az igét, vagy akik különböző felekezetekből szólnak hozzánk, azokkal együtt is fogunk majd aludni, együtt fogunk reggel ébredni, reggel imádságban együtt leszünk, és egy nagyobb családi együttlétet formálunk. Föltétlenül olyan szent határátjárások ezek, amikben semmiféle sérülése nem történik annak az elhívásnak, amit a magunk helyén kaptunk, de sokkal inkább meggazdagodás abban, hogy ó, Uram, én is rajta lehetek az Isten országa térképén, amelyiken még nagyon sokan vannak rajta. Egy pár évvel ezelőtt kezdtem el járni, de csak mint nyaralóként. Táborozóként és az idei évben, mint szolgálóként veszek részt az offline sátorban, ahol az offline teaházban szolgálok. Ez a szolgálat mit jelent? Az, hogy rátaláltál, hogy neked ehhez lenne kedved, vagy ebben szívesen segítenél, vagy pedig konkrétan fölkértek valamire, és azt mondtad, hogy hát ennek van értelme. Igen, a tavalyi évben is már a Szentendrei csapat végezte ezt a szolgálatot, és akkor idén voltak, akik felkértek, hogy én is részt vennék ebben a szolgálatban, és így kapcsolódtam be, ahol ugye ételeket, italokat adunk el a fiatalok számára, akik részt vesznek ezen az ifi sátorban a különböző programokon. Már évek óta ugye ez fogott meg, tehát ezért jöttem folyamatosan vissza, hogy ugye kicsiktől nagyokig, idősekig, tehát felekezettől függetlenül, korosztálytól függetlenül szerintem nagyon jól érezheti magát mindenki, akár a tanítások, a szemináriumok, ugye itt lent a NetBeach-en,
az offline sátor, a tini programok, a gyerekprogramok, tehát mind azt hiszem, hogy élvezetessé teszik bárki számára. Ez megy hangosabban is. Alle anderen Kinder sollen das auch mitkriegen. Az összes többi gyerek is hallja ki a strandon van. Három évvel ezelőtt, amikor misszionáriusok és lelkészek vettek részt egy kongresszuson, egy evangelizációs kongresszuson, akkor néhány magyar vezetővel beszélve azt hallottam, hogy ott valami magot elültettek. Ez a mag kikelt mára, mert hogy azt látjuk itt a Balatonneten, hogy ugyanaz a szellemisége, sőt erősebb, mint az elmúlt hat évben. Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. A mostani Balatonnetnek különös elkötelezettsége a társadalom felé való missziónk. Az evangéliummal a társadalom felé szeretnénk fordulni, behatolni a társadalom minden szegmensébe. Tulajdonképpen valóban három évvel ezelőtt a lozzani harmadik nagygyűlésen, ami Cape Townban, Fokvárosban volt, Dél-Afrikában, 14 magyar képviselővel, evangéliumi előjáróval voltunk ott jelen. 4200 evangéliumért égő szívű emberrel találkozhattunk ott a világ minden sarkából. Csodálatos dolgokat hallottunk, különösképpen a déli féltekéről, ahogy a társadalmat megváltoztatja az evangélium. Ahogy átjárja annak minden részletét, a munkahelyet, a kultúrát, a kultúra különböző részeit, a művészetet, a gazdaságot, a politikát és minden olyan részletét a társadalomnak, amely azt gondolom, hogy példaértékű volt a számunkra. Amikor hazajöttünk, egy 3 pontos programot állítottunk össze akkor 2010-ben, aminek az első pontja a személyes evangélium megjelenítése, ez a minden evangéliumi hitű ember számára próbáltuk ezt érthetővé tenni, és erre buzdítani a gyülekezetekben, egyházakban élő testvéreinket, hiszen a tudatos életünknek a nagyobbik felét a munkahelyen töltjük el. Fontos, hogy ott az életünkkel, személyiségünkkel, megjelenésünkkel, talán szavak nélkül, de az evangéliumnak a hírnökei legyünk. Ami ma itt történik Balaton szemesen, a Balatonneten 2013-ban, ez a második pontunknak felelne talán leginkább meg, ahol arról beszélgettünk, hogy szeretnénk a gyülekezeteinket, a közösségeinket arra felkészíteni, hogy azon a helyen, ahol élnek, abban a meghatározott szociológiai összefüggésben, faluban, városban, ahol jelen vannak, ott jelenjenek meg a közéletben, a mindennapokban, szóljanak hozzá a helyi kérdésekhez, hiszen olyan nagy szükség van a sóra és a világosságra, vagy arra kicsi nyélesztőre, ahogy Johannes Reimer mesélte, ami a kenyeret igazán megkeleszthetné. Miért nem kél meg a magyar kenyér? Azt gondolom, így augusztus 20-a környékén különösen jó erre gondolni. Talán éppen azért, mert az élesztő még nem működik igazán jól. Szükségünk van tehát feltöltődésre, szükségünk van erőre, szükségünk van erre a konferenciára, erre a találkozóra, ahol új erőre kaphatunk, és vihetünk innen a magunk településeire, gyülekezeteibe új látást, hogy merjünk kilépni abba a közegbe, amely körülvesz bennünket. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Tehát amikor arról beszélünk, hogy társadalom felé fordulás, arra gondolunk, és ezt ebben az évben tudatosan választottuk a Balatonnet témájává, hogy azok a gyülekezetek, amelyek szerte az országban ott vannak, évtizedek, évszázadok óta ott vannak, újra megtalálják a helyüket, a szerepüket abban, hogy formáló erővé váljanak, hisz az az Isten, akinek a nevében mi jelen vagyunk egy falu közösségben, egy városi közösségben, az az Isten az átformálásnak az Istene, a megújításnak az Istene, az újrakezdésnek az Istene, és nekünk akár személyekként, akár gyülekezetekként lehetőségünk is, felelősségünk is, hogy ezt úgy éljük a körülöttünk lévő emberek közé, közösségek elé, hogy ők ebből megérthessék, hogy lehet jobb, lehet több, lehet más, lehet újabb, lehet frissebb annál a valóságnál, mint amiben ők most vannak. Azzal, hogy a Balatonnet kezdettől fogva az Isten személyét és igéjét helyezte a központba, egy olyan platformot alakított ki, ami köré össze tudunk jönni, háttértől, felekezettől, egyéb más különbözőségektől eltekintve. Ez megadja a Balatonnetnek azt a lehetőségét, hogy sokféleképpen hason. Igyekeztünk a kezdetektől fogva tiszteletben tartani azokat a felekezeti sajátosságokat, amikkel minden egyház, minden közösség bír. Igyekeztünk megfelelő egészséges rugalmassággal és alázattal kezelni ezeket, hogy az üzenet maga ne torzulhasson. Én hiszem, hogy a Balatonnetnek az ereje pont abban áll, hogy erre következetesen odafigyeltünk. Azt is hiszem, hogy a jövője a Balatonnetnek is ebben van, hogy meg tudja tartani az alázatát, és ugyanakkor egyfajta küldetéstudattal is tud szolgálni azok felé, akik itt vannak. Remélem, hogy amivel mi szolgálunk, az inspiráció, de nem korlátozás, vagy nem kényszerítés, arra azt szeretnénk látni, és ezért imádkozunk ebben az évben is, hogy az itt elhangzó tanítások, közösségi élmények, beszámolók, azok úgy menjenek vissza a falvakba, a városokba, szerte az országba, hogy új lendületet adnak, hogy új ötleteket adnak, és hiszünk abban, hogy amit az Isten lelke itt elkezdett, azt helyi szinten, a helyi sajátosságokat figyelembe véve be is tudja teljesíteni, gyümölcstermővé tudja tenni. A 2013-os Balatonnet programján mi volt a fő hangsúlya? Szemléletformálás vagy közösségi építés? Azt hiszem, hogy mindkettő. Egyrészt próbáltunk elmélyedni abban, hogy mit jelent az, hogy a társadalom számára az evangéliumot továbbadjuk. Hogyan, milyen módon, milyen lelkülettel. Másrészt valóban szerettünk volna közösségünket építeni, egyrészt az Úrral való közösségünket, az ő imádatát gyakoroltuk együtt, másrészt pedig az egymással való közösséget, hiszen ő mondta, hogy szeressük egymást, és gyakoroljuk az egymással való szeretet kapcsolatot. És nagyon jó volt látni azt, hogy ahogy találkozunk egymással, ilyen kis beszélgetős csoportok alakultak, és hosszan-hosszan beszélgettek egymással az emberek. És olyan jó volt látni és megtapasztalni ezt a szeretet adni, kohéziót ad, ami összeforrt, ami összetart bennünket. Azt mondja a római levél, hogy kiárad a Szentlélek, ő szeretete a Szentlélek által a mi szívünkbe, és mi ezt tudjuk továbbadni. És azt mondja az ige, hogy aki mást felüdít, az maga is üdül. És ezt sokszor megtapasztaljuk, hogy pont akkor kapunk erőt, amikor már úgy érezzük, hogy a végleteknél járunk, a végén járunk, és akkor találkozunk valakivel, bizonyságot teszünk az Úrról, és mi magunk is felüdülünk ebben a szolgálatban, ebben a misszióban. Szeretnénk arra az alapra építkezni, amiket úgy fogalmazott meg a kedves miniszterelnök úr is, hogy egy 4000 éves zsidó hitbeli örökség és egy 2000 éves keresztény örökségnek az értékrendje is ott van amögött, amit szeretnénk mi
kimunkálni, és amelyiken járni szeretnénk. És hiszem, hogy ez elvezethet oda, hogy Isten kicsi világosságképpen használ majd azok felé, a világok felé, onnan egyébként korábban, talán éppen mi magunk kaptuk a világosságot, de ahol nagy eltévedések is vannak. Mi is jelentős eltévedések között is vagyunk, de hiszem, hogy a gyógyításnak az útján magunk is gyógyulhatunk, és számba vehetjük azt, hogy mely pontokon vannak olyan értékeink, megtapasztalásaink, amelyekkel szolgálhatunk az íve a nemzedék számára is. Boldog vagyok, hogy itt tudok lenni. Azért kellett eljönnöm, mert ez mindenkori felfrissülést ad, és olyan kikapcsolódást, ami nagyon nehezen adatik meg az életbe. És az volt az utolsó lökés, hogy ide mégiscsak el kell jönnöm, amikor beszélgettem az egyik ismerősömmel, és azt mondta, hogy de te onnan mindig olyan felfrissülve szoktál hazajönni, hogy akkor annyira föl vagy dobva, és annyira boldog vagy. És gondoltam, hogy Istenem, akkor most megint miért azt látom a nehézségeket, hogy miért nem kell eljönnöm, hanem hogy miért kell eljönnöm. Tehát ez azt gondolom, hogy ad az embernek elfoglaltságot, ad felüdülést, táplálkozást, és ad erőt a dolgos hétköznapokhoz. Idén már foglalkoztatott bennünket, hogy hőssé válni, vagy mit jelent az, hogy hősökként élni ebben a világban. A legutóbbi Jelige magazinunknak is ez volt a fő témája, és idén itt az IFI sátorban a tiniknek ezt a témát bontjuk ki, hogy biblikusan hősökként hogyan élhetünk az osztálytársaink között, a barátaink között, és hogy hogyan válhatnak valóra azok az álmok, amiket ezek a tinik úgy megálmodnak. És hogy mitől hős egy fiatal? Hát attól hős többek között, hogy idézzem a szervezetnek a nevét, a biztos szikla kell hozzá. Így van, így van. Maga a program is ezt a nevet viseli, hogy Biztos Szikla Klub. Ezzel Jézus Krisztusnak az evangéliumát akarjuk bemutatni, hiszen azt tanítjuk, hogy Jézus Krisztus a biztos szikla az életünkben, és hogyha erre a sziklára építjük az álmainkat, a vágyainkat, a jövőnket, akkor jó lábakon fog megállni. És a fiataloknak mi ezt szeretnénk továbbadni. Egy olyan értéket, azt a biblikus értéket, amivel mi is találkoztunk, azt a megváltó szeretetet, amivel mi vezetők már találkoztunk, és Jézus bejött az életünkbe, behívtuk a szívünkbe, mi ezt szeretnénk megosztani a tinikkel is. Azzal, hogy mi nem azt kérdezzük meg, hogy mit tanult már eddig a Bibliából, vagy hogy tartozik-e egy közösséghez, egyáltalán hallott-e már a bibliai történetekről, nekik egy ilyen felszabadult vagy lélegzetvételhez engedi őket, hogy nem, itt nem valamiféle dogmákat akarunk nekik megtanítani, hanem itt szeretettel várunk mindenféle felekezetből érkezőt, sőt az is örömmel tölt el bennünket, ha lemegyünk napközben, amikor van egy másfél óra szabadidőnk, és találkozunk lent a parton diákokkal, fiatalokkal, akkor hívjuk őket is, és mindegy, hogy milyen háttérből vannak, tavaly már érkeztek olyanok is közénk, akikkel ott találkoztunk, és kíváncsiak voltak, hogy mit csinálunk este, és eljöttek megnézni bennünket, aztán itt maradtak, jöttek a következő este is, és nem keresztény hátterű fiatalokról van szó. Akkor készülhetnek majd a jövő évi nagy kihívásra. Én úgy tudom, hogy ráadásul az elkövetkezendő évben már augusztus 20-án kezdődik majd a program, hiszen azt hiszem augusztus 20-a pont szerdára esik. Így van, ez nem akadály számunkra. Már volt olyan a korábbi években, hogy a 20-a pont beleesett a rendezvénybe, és nem vesztettünk el érdeklődőket, hogy valakik esetleg a parton a tűzi játékot szerették volna megnézni, mert azért nyilván mi is igyekszünk a programot is úgy alakítani, hogy a kellemes látvány is beleférjen, de a jó együttlét és az izgalmas játékok, a pörgős programok, azok jó élményt nyújtsanak a fiataloknak. Mióta ülnek itt a fiatal hölgyek? Hát 2 óra óta. 2 óra óta így ketten a párosban? Jaj, nem pont vele, mondjuk vele egy ilyen 5-6 perce. Mi készül, mi lesz ezen a gyönyörű arcon? Mit fogunk majd látni? Mit szeretnél? Pillangó. Pillangó királynő leszel, ugye?
Rövidesen hány perc kell még hozzá? Még egy ugyanennyi, 5-6 perc. 5-6 perc. Hány gyerek jelentkezett a mai napon például? Hát most azt hiszem a 10-es sorszámot adtuk ki, de így a tavalyi évek alapján egy 40-50 gyereket biztos festünk, gyereknek az arcát. Itt a Balaton Beach-en megtudtuk, hogy itt van egy fiatal pár, akiknek érdemes gratulálni, mert hogy tegnap előtt mi történt? Így van, tegnap előtt sikerült a jegyességünket, illetve eljegyezni egymást Tihanyba este, a nagy vihar ellenére, és így már két napos jegyes pár vagyunk. Átruhantatok ide Balaton Szemesre Tihanyból? Hát igen, mert hallottuk, hogy itt a Balatonnet, és mi is szeretünk volna részt venni. Ilyen vonzó ez a program, a Balatonnet, vagy a NetBeach programja, mert azt tudjuk, hogy a hetedik már. Hányadikon vesznek most részt? Szóval második alkalom, amikor itt vagyunk tavaly. Tavaly volt szerencsém, vagy tavaly előtt volt szerencsém itt játszani egy zenekarra, mert hogy én egyébként dicsőítő zenekarokban játszom. A Credit Band-del játszottam jófüldi apukának a vezetésével, a Szabinak a vezetésével. Két évvel ezelőtt volt talán, és tavaly pedig csak így, mint látogató jöttünk le megnézni. El kell hinnünk, hogy aki teremtette az eget és a földet, és aki úgy szerette a mi népünket is, az ő egyszülött fiát adta, az Úr Jézus Krisztus, és aki elküldte az ő szent lelkét, hogy mindezt bennünk érthetővé, megfoghatóvá tegye, neki terve van velünk, és nem akarja a meghaló halálát, hanem hogy megtérjünk és éljünk. Ennek a mi nemzetünknek az Úrban jövője és holnapja van, és ő szolgálata van, és nem csak Európa felé, hanem minden minket körülvevő, nehéz emlékeket is hordozó kapcsolatokban és kapcsolódásokban. Isten országának a nagy terve át fogja törni azokat a frontvonalakat, amelyeket nem tudunk emberi utakon áttörni.